Sziasztok, Ádám vagyok, a tekettő.hu-t nézitek, és egy rendkívül érdekes funkciót fogok bemutatni az új Samsung Galaxy S7 Edge okostelefonon, méghozzá azt, hogy eltüntethetjük a menüt. Alap esetben ugye évek óta itt a menüben helyezkednek el a Samsung készülék alkalmazásai, és a főképernyőre is ugye elhelyezhetünk számos appot, viszont a menünk az itt marad. Van viszont egy új funkció, ami eltünteti ezt a menüt, ami azért is érdekes, mert korábban hallani lehetett, hogy az új Android N verzióban nem lesz már menü, és ehhez ad egy funkciót, úgymond egy lehetőséget a Samsung is. A beállítások speciális funkciók opció alatt van egy ilyen link, hogy Galaxy Labs, ami igazából még fejlesztés alatt álló kísérleti dolgokat lehet kipróbálni. Ezek nem is biztosítanak egyébként tökéletesen működő funkciót minden esetben, csak kipróbálásra szolgálnak. És itt van egy összes alkalmazás a kezdőképernyőn, ami abból a szempontból érdekes, hogy az összes alkalmazást a kezdőképernyőre helyezi, és el fog tűnni a menü, amit hogyha beállítok, akkor a korábbi testreszabásokat a kezdőképernyőn elveszítem, viszont innentől kezdve nincs menüm, hanem minden itt helyezkedik el a főképernyőn, a korábbi kettő helyett három oldalon, itt négy ikon helyezkedik el alul menügomb nélkül, és mindent innen érhetek el, ugye vannak különböző mappáink kihelyezve, és nagyjából a menüt elvesztettem ezzel. Hogy ez hasznos-e vagy sem, az nézőpont kérdése. Ugye hasonló felülettel találkozhatunk az Apple iPhone készülékein, iOS-ben, vagy éppen a Huawei MUI rendszerében sincs menü, és ugye úgy tűnik, hogy az Android is hasonló tendenciára válthat 2016 végétől, amikor is megjelenik az Android N, bár most így a videó készítése során ez még csak egy tipp, hogy így nézhet ki. Viszont a Samsung már most fejleszti ezt a lehetőséget, ami kísérleti jelleggel, de már is elérhető, amint látható. Hogyha ki szeretnénk kapcsolni, akkor egyszerűen visszamegyünk és kikapcsoljuk ezt az opciót. Tudjuk itt értékelni is, hogy tetszett ez a funkció. És ahogy kiléptem, már is visszakerült a menü, eltűntek a hozzáadott oldalak, és itt a menüben érek el mindent, ami az oldalon volt. Így lehet tehát kicsit az iOS-hez hasonlóvá tenni az Androidot, illetve a TouchWiz-t a Galaxy S7 Edge egy új funkciójával, amely még kísérleti, de rendkívül érdekes. Kövessétek továbbra is a tekettő.hu oldalt, sziasztok!